Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Március 16-ától új, tantermen kívüli digitális munkarendben zajlik az oktatás. Mai vendégem Mészárosné Szabó Anna, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Folyamatban van, hogy átalakuljon a szakképzési rendszer, és a következő évfolyamok már egy új rendszerben fognak vizsgázni. Azonban a Magyarországon is érvénybe lépett veszélyhelyzet miatt már a felkészülésük is máshogy fog történni. Kérem, fejtse ki, hogy hogyan áll most a helyzet jelen pillanatban? Kidolgozták-e már az új digitális munkatervet, vagy folyamatban van még? Tehát... Az, hogy egy új szakképzési rendszer van küszöbön, az a 2020. szeptember 1-től induló szakképzést érinti. Tehát azokat a gyerekeket, akik most 8-osok és szakképzésbe jelentkeztek. Viszont a mostani sajnálatos helyzet, ami a koronavírus járvány kapcsán alakult ki, valóban előidézett egy teljesen új reformot, ami nem más, mint ez a digitális munkarend, és erre nem csak az általános iskolák, a gimnáziumok, hanem egyértelműen a szakképző intézmények is át kellett, hogy álljanak. Át is álltak egy hétvége alatt, és hétfőn tulajdonképpen már a szakmai elmélet és a közismereti képzés ez alapján, a digitális munkarend alapján indult el. De a szakképzésben a szakmai elméletnek van egy másik lába, egy párja, az pedig a szakmai gyakorlat. Még a hétvége kapcsán, amikor erről még nem jelent meg semmilyen előírás, semmilyen szabályzó, elterjedt, hogy tulajdonképpen nem is kell gyakorlatra menni. Nem is köteles a gyerek gyakorlatra menni, és hogyha nem jelenik meg a gyakorlaton, az igazolt hiányzásnak minősül. Amiben volt is igazság, és nem is. Ma reggelre viszont elkészült a Palkovics miniszter úr által aláírt egyedi miniszteri határozat, ami már tiszta vizet önt a pohárba. Eddig is tudtuk, hogy gyakorlatot kell csinálni továbbra is, csak a mikéntje, hogyan tovább, hogyan lehet digitális munkarendben gyakorlatot csinálni, egyáltalán ennek a szabályozása az, ami ma még él. Tehát minden, amit én most elmondok, ez március 17-én él, mert lehet, hogy egy olyan egészségügyi veszélyhelyzet jön, amikor további szigorítások várhatók. Tehát ma, amit tudunk, az az, hogy a 4 fenntartó a megyében határozott arról, hogy hogyan képzeli a gyakorlati képzést a továbbiakban. A Gyulai Szakképzési Centrum és a Békési Gál Ferenc Főiskola úgy döntött, hogy ők tömbösítik az oktatást, és tulajdonképpen mától fogva a szakmai elméletet és a közismereti tantárgyakat oktatják, majd tanév végére marad tömbösen a szakmai gyakorlat. Úgy számolják, hogy az évvége előtti 3 hetet fogja ezt felülelni. A Békés Csabai Szakképzési Centrum, amelynek pedig a legnagyobb tanulói létszáma van Békés megyében, illetve a Békésen a Reményhír intézmény, ők azt mondják, hogy inkább a digitálisan, tehát a digitális munkarendben képzelik el a gyakorlatot is. Erről és egyáltalán arról, hogy mehetnek-e a gyerekek cégekhez, ma, holnap nyilatkoztatják a cégeket, de a kamara is folyamatosan keresi a tanulószerződéssel rendelkező partnereit. Tehát az iskoláktól kaptak a cégek egy olyan papírt, hogy töltsék ki, x-eljék be, hogy egyáltalán tudják-e a gyakorlatot teljesíteni úgy, hogy közben biztosítják azokat a higiéniai, járványügyi előírásokat, amit a rendelet előír. Ilyenre gondolnak például, hogy egy munkaállomás, egy ember, maximum 5
gyerek egyszerre egy csoportban, őket elkülönítve étkeztetni, elkülönítve mehetnének átöltözni. Ezeket tudja biztosítani, tehát akkor be kell, hogy engedje a céghez. Ha úgy ítéli meg, hogy nem engedi be a céghez, mert most számtalan más olyan dolog van a cégnél, amivel inkább foglalkozik, érthetően, akkor megoldhatja ezt digitálisan, vagy mondhatjuk azt, hogy virtuálisan. Na most ettől nagyon félnek a cégek, hogy ez mit jelent, de nem arra kell gondolni, hogy akkor most a cégtől egy ember, a szakemberekből amúgy is kevés van. Tehát, hogy egy ember reggel 8-kor leül egy számítógép elé, és egy tök mindegy milyen program alapján a gyerekeket tanítja. Ráadásul idegen is a dolog, mert a gyakorlatot kell elméletbe egy számítógépen keresztül oktatni, de megoldható. Van-e áthidalható? Igen, tehát úgy kell elképzelni, furcsa, de most egy ilyen helyzet van, mintha csinálnád. Tehát írd le azokat a lépéseket, mintha heggesztenél. Írd le, készíts menükártyát például. És akkor ezt ellenőrzik, ezt értékelik, és így nem juthat a gyerek abba a helyzetbe, hogy igazolt hiányzásnak minősül a távolléte, és mondjuk volt már vagy kétszer beteg, és megvan a 20%-a a gyakorlati óráinak, amit már hiányzott. Ugyanis az a szülő, aki úgy dönt, hogy nem engedi gyakorlatra a gyerekét, a mondat másik felét is figyelembe kell vennie, hogy teljesen mindegy, hogy igazolt vagy igazolatlan hiányzás, ha a gyakorlati óraszámainak a 20%-át eléri, akkor az az év sajnos érvénytelen, magyarul év ismétlésre kötelezett a tanuló. Ezt nem szeretnénk elérni, hiszen az a cél, hogy ez a tanév rendben lemenjen. Igaz, hogy a gyakorlat kicsit másképpen, virtuálisan, digitálisan, de így tudják a gyerekek lezárni a tanévet. Persze lehet úgy dönteni, hogy a cégnek is, hogy tolja. És bízva abba, hogy túl leszünk ezen a járványon egy-két hónapon belül, azt mondja, hogy tolja a nyári szünetre. Tehát megint csak felhívnám a szülők figyelmét, hogy aki azt mondja, hogy nem mehet a gyerek, az azzal szembesül majd, hogy a nyáron kell azt bepótolni, amíg ez más rendelkezés opció, nem jön. Hogy igen. A vizsgák érettségig eltolódnak. Után. A vizsgákról és az érettségikről egyelőre nem tudunk semmit. A legutolsó információink szerint még messze van, ugye június, május-június. Nem az tudunk, első lépés, nem tudunk hogy a nyilatkozni. Jelenleg ne szakadjon meg a tanulási folyamat. Így van, így van. Tehát ez a lényeg, hogy ha a kormány azt akarta volna, hogy ne tanuljanak a gyerekek, akkor előre hozza a nyári szünetet, és azt mondja, hogy itt a tanév vége, óraszámtól, tananyagtól függetlenül, de nem ezt mondta. Azt mondta, hogy bezárja az iskolákat, de átteszi a tanulás színterét otthonra. És ebben benne van a gyakorlat is. Na most ugye a cégek nehéz helyzetben vannak. Tehát van, aki a megszűnésen gondolkozik, van, aki a szüneteltetésen gondolkodik, eleve a korlátozások, a kereskedelmet, a vendéglátóipart nagyon bekorlátozzák, akkor beszélnünk kell például még az egészségügyről, hogy az egészségügy az, ahol nagyon szükség van a kézre és a tiszta, higgadt fejre, viszont egyelőre az egészségügy békésmegyei képviselői azt mondják, hogy a szakképzett emberekkel el tudják látni a feladatot. Rossz lenne, hogyha már ők kiesnek ebből a sorból, és akkor a tanulókat kell behívni, még ilyen helyzet is elképzelhető, de bízunk benne, hogy nem jutunk el idáig. Viszont ők azt mondták, hogy egyelőre ők is abban tudnak gondolkodni, hogy toljuk a gyakorlati kötelezettséget a nyárra, hiszen iszonyat nagy leterheltség alatt vannak a kórházi, az egészségügyi dolgozók.
Tehát mindenképpen az az üzenetünk mind a családoknak, mind pedig a tanulókkal szerződéses jogviszonyban álló cégeknek, hogy a gyakorlatot ma még, tehát a mai előírások alapján meg kell tartani. Bármilyen segítséget kérnek a cégek, hogy mi ez a virtuális oktatás. Az iskola is megad, és a kamara is segít, de természetesen, ha ők úgy ítélik meg, hogy most nem fogadnak tanulót, akkor az iskolába visszakerül a tanuló, és ott ugyanúgy digitális munkarendben megkapja a gyakorlatát. Egy a lényeg, hogy aki például már egy kicsit lógott, mondjuk van egy kis igazolatlan hiányzása, vagy volt beteg, az nagyon figyeljen oda, hogy nehogy évismétlésre kerüljön a sor azért, mert ő most úgy gondolja, hogy nem megy egyáltalán ki a lakásból például. Ehhez a diákok az iskolával tartják a kapcsolatot, onnan kérhetnek segítséget, bármiben elakadnak? Így van. Mondhatom azt, hogy minden órában kapcsolatban van a kamaránk is a szakképzési centrummal, itt helyben Békés Csabán, és tényleg minden segítséget megadnak. Mára elkészítették azt a tervet, ami rendelkezésükre áll a gazdálkodóknak is, hogy mit jelent ez a virtuális oktatás. Például a végzősöknek eleve mesterremeket kell készíteni. Annak a tervét, a leírását várják el virtuálisan, tehát van, aki cseten, van, aki e-mailben, lefényképezve. Azért ezek a technikák már nem állnak távol a gyerekektől abszolút, sőt úgy látjuk, hogy még valahol most az elején élvezik is. A cégeknél pedig hát a leterheltségtől, illetve a napi gondoktól függ, hogy tudnak-e erre embert állítani. Érdekes, hogy a mai telefonok ma éppen azt bizonyították, hogy igen, és több cég is mondta azt, hogy legalább tud otthonra munkát adni a dolgozóinak, hogy olyan munkavégzést, otthoni munkavégzést rendelt el, vagy a éttermekben például a korlátozás van, hogy ez alapján tud bért fizetni. Tehát, hogy elfoglaltságot biztosít az embereinek. Nem minden cégnél van ez így. Tehát mindenképpen keressenek bennünket, mi azt mondjuk. Még amit a cégeknek szeretnék mondani, hogy tömbösített oktatásnál a normatívát ugyanúgy el lehet számolni, hiszen nem a gyerek jelenléte ennek a jogi alapja, hanem a tanuló szerződéses jogviszony és a tanulói jogviszony. Ezt külön kérvényezniük kell önök nem, felé? Nem kell kérvényezni, viszont kapcsolatban kell lenni az iskolával. Ők is mérik, mi is mérjük, de mindenképpen oda kell figyelni, hiszen nekik van egy aláírt szerződésük, és ebből eredően jogaik és kötelezettségeik is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!